A béke fontosságára hívta fel a figyelmet a héten ENSZ felszólalásaiban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az ukrán-orosz konfliktus mellett a közelkeleti keleti válság kiteljesedéséről is beszélt. A miniszter megerősítette, hogy a magyar álláspont változatlan. A békéhez tárgyalásokra és tűzszünetre van szükség. És elemzéssel folytatjuk. Köszönöm szépen a Nézőpont Intézet elemzője Szikra Levente a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán legutóbb azt közölte, hogy az ENSZ főtitkárától is azt kérte, hogy próbálja meg minél inkább közben járni a béke megteremtéséért, és Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy gyakorlatilag az ENSZ-nek nagy szerepet kellene játszania a béketeremtésben, az ENSZ-nek vissza kellene nyernie ezt a funkcióját. Úgy fogalmazott, hogy az a kérdése, hogy mégis hol kellene beszélni a békéről, ha nem ott. Mi a funkciója, hogyan látja az ENSZ-nek? Valóban ugye az Egyesült Nemzetek Szervezetét a második világháborút követően pont azzal a célral hozták létre, hogy olyan hasonló háborús konfliktusok, mint ugye addigra már egymás után kettő egymástól nem távoli világháború akkor ugye megtörtént, hogy olyanok újra ne történhessenek meg. Ugye az ENSZ-nek az alapvető funkciója az volt, hogy egy fórumot biztosítson arra, hogy az államok egymás között tárgyaljanak, egyeztessenek, valóban a diplomáciának az intézménye, és mint ilyen nyilvánvalóan a békét kell és kellene, hogy szolgálja. Ugyanakkor nyilván azt láthatjuk, hogy jelenleg a politikai erőviszonyok, a geopolitikai erőviszonyok erre is rányomják a bélyegüket, és az ENSZ-ben folyó politikai vitáknak is elsősorban azért inkább egy olyan kerete van, hogy mindegyik nagyhatalom a saját érdekeit próbál érvényesíteni. Persze ez nem újdonság, és azt gondolom, hogy senki szemére nem meglepő, de mégiscsak pont az ENSZ-nek kellene lennie annak a szervezetnek, amelyik a nagyhatalmakat is ezekben az érdekérvényesítésükben legalább annyiban korlátozza, hogy egy diplomáciai csatornára tereli az esetlegesen fennálló érdekellentéteket. És én azt látom, és azt láthatjuk jelenleg, hogy az ENSZ nem képes betölteni ezt a funkcióját. Ahhoz beszélni kell egymással, hogyha jól értem, hogy egyáltalán megvalósuljon a diplomácia, akár az ENSZ keretei között is, de hát hogyan látja ma mennyire lehet, hogyha csak az orosz-ukrán háborúról beszélünk egyelőre, az érintett felekkel beszélni? Igen, ugye ez onnan indul ki, hogy az érintett felek egyáltalán hajlandóak-e bármilyen fajta párbeszédre, akár egymással, akár másokkal a konfliktus lezárásáról. Ugye a miniszterelnöknek a nyári béke misszióját követően ő is azt mondta, hogy a két fél nem szeretne békét. Tehát ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a külső szereplőknek a feladata az, hogy a béke érdekében lépéseket tegyenek, olyan politikát folytassanak, amelyel mégiscsak a béke irányába tolják a háborúzó feleket, hiszen egyre azt lehet látni, hogy ugye katonai megoldása nincs ennek a konfliktusnak. Valójában két és fél éve nem bírnak egymással a felek a csatatereken, viszont nagyon sok halálos áldozata van ennek a háborúnak, és nyilván a gazdasági következmények másodlagosan, de szintén jelentősek. Tehát látható, hogy a felek nem tudnak egymással dűrőre jutni a csatatéren, viszont nem is hajlandóak más megoldást keresni. Ebből adódik azoknak a felelőssége, akik nem érintettek közvetlenül a konfliktusban. Ilyen például Magyarország is, de Magyarország kis szereplő ugye a világpolitikában, ha viszont európai szintre terjesztjük ki. Tehát az Európai Unió azért már egy nagyobb szereplő a világpolitikában, népességét, gazdaságát tekintve, diplomáciai erejét tekintve. Tehát ha így nézzük, akkor az Európai Unió lehetne egy olyan tényező, amelyik fellép a békéért, de Ha megnézzük az európai politikai helyzetet, akkor azért ezzel ellentétes szándékokat látunk a legfontosabb döntéshozóknak. Kérdés ez, hogy Magyarország mit tud tenni a béke érdekében. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy mindent meg meg fog tenni, hogy eljöjjön a béke időszaka és a tisztességes együttműködés ismét helyreálljon. Na de hát amire ön is utalt Orbán Viktor békemissziója után, gyakorlatilag bírálatok tucatjai érkezett, vagy kapta a magyar kormányfő is, és közben a háborús cselekmények pedig eszkalálódtak. Ukrajnában egy gyermekkorházat ért támadás, ukrán katonák pedig már orosz földön harcolnak. Igen, ezek valóban így vannak, de én annyival mégis árnyalnám a képet, hogy azért valamilyen szintű előrelépés látható, hiszen például a békemissziót követően több kapcsolatfelvétel is történt az orosz és mondjuk az amerikai diplomáciai vezetés között. Nyilván azért azt tudjuk, hogy a háttérben bizonyos szinten ezek a tárgyalások mindig zajlanak, de azért nagyon nem mindegy, hogy melyik ez a szint a háttérben, tehát mondjuk egy miniszteri szint, államtitkári szint, vagy csak mondjuk alacsonyabb szintű egyeztetésekről van szó. Másrészt, hogy nyilván ezeknek a tartalma sem feltétlenül azonos, és nyilván ezt is befolyásolják az események. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos mértékű kisebb előrelépések azért történtek ebből a szempontból, de valóban, hogyha a nagy képet nézzük, akkor továbbra is az a helyzet, hogy napi szinten zajlanak a harcok, és egyelőre nem látszik az, hogy mikor tudnak véget érni. New Yorkban azok az országok is összeültek, akik a med mediációt, a közvetítést szorgalmazzák. Törökország, Törökország szerepe az ukrán háborúban jelentős volt, hiszen a Fekete-tengeri szállítást gyakorlatilag ők érték el Gabona a szállítást, és Katar is ott volt. Katar szerepe pedig a közelkeleti konfliktusokban lehet jelentős, magyar túszok kiszabadításában jártak közre. És akkor kérem beszéljünk a közelkeleti konfliktusról, hiszen most úgy tűnik, hogy Libanon belsejét is próbálja már támadni Izrael, hiszen a hezbollah kapcsolatos ö, hát gyakorlatilag eszkalálódik az a háború, ami a gázai történt. Ez milyen hatással lehet a geopolitikai viszonyokra? Igen, ugye a közel-kelet az valóban az egyik legnehezebben és legbonyolultabban megérthető és kezelhető térség a világnak. Ugye nagyon sok olyan kódolt konfliktusról van szó, akár vallási, akár politikai, akár gazdasági, amelyek ezt igazolják. Ugye a, tulajdonképpen egy évvel ezelőtt, illetve közel egy évvel ezelőtt, ugye tavaly októberben történt meg az a nagyon súlyos támadás, amit Izrael ellen elkövet. A Hamás terror Terrorszervezet. És ugye Izrael tulajdonképpen mai napig azt a harcot vívja, azt a küzdelmet vívja, hogy ezt a terrorszervezetet valamilyen módon visszaszorítsa és a saját biztonságát garantálja. Tehát, hogyha összevetjük a két konfliktust, azért van jelentős különbség, hiszen az orosz ukrán háború egy államok közötti háború, egy klasszikus háborús konfliktus, míg az Izrael térségében zajló konfliktus az ugye egy terrorszervezet és egy állam közötti konfliktus, és a terrorszervezet támad rá az államra. Ezzel együtt valóban ez a a világ geopolitikai helyzetére olyan mértékben hat, hogy a, a, világnak a veszélyessége növekedett. Ugye ez kicsit egy közhely szokott lenni, hogy a világ veszélyesebb helyé vált, vagy nem veszélyesebb helyé vált, de azért, hogyha megnézzük mondjuk 2020-21 óta, ami azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egybeesik az amerikai elnök váltással, tehát azzal, hogy Joe Biden került a Fehérházba, ezó, ez, ezóta, az időpont óta jelentősen romlott a világnak a biztonságpolitikai helyzete, sorra robbantak olyan konfliktusok, amelyek adott esetben akár egy jó politikával, egy jó geopolitikai hozzáállással egy nagyhatalom részéről megelőzhetőek, vagy jobban kezelhetőek lettek volna. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak is, és nyilván a soron következő elnökválasztásnak is nagy szerepe van abban, hogy miképpen alakulnak majd ezek a konfliktusok, de egyértelmű, hogy jelenleg a világon nagyon sok olyan konfliktus van, amelyet egy nagyhatalomnak illene kezelnie. Szikra Leventének köszönöm szépen a beszélgetést!